Éltek bátor katonák, a legbátrabbakból pilóták, a legjobbakból ászok, a nemes szívvekből égi lovagok lettek. Ez az idézet olvasható azon az obeliszken, melyet 2009. április 30-án avattak Felsegesden. Szabó Sándor évtizedekkel ezelőtt döntött úgy, emlékművet állított azoknak a pilótáknak a tiszteletére, akik az ellenséges repülőgép lelövése után megkímélték az abból katapultáló, maga tehetetlen katonákat. 20 éve döntöttem el. Azért, mert a pilóták megfogadták, hogy azt az amerikait, aki megmentett egy magyar életet, örökre megőrzik, és már csak ketten élnek. Ezért írtuk fel a nevét. És a magyarokról is megemlékeztünk. Idén az ünnepség előtt egy órával 3 Gripen repülőgép tűnt fel az égen, melyek csak azért érkeztek Kecskemétről, hogy tiszteletüket fejezzék ki a II. Világháborúban hősi halált halt katonák előtt. Ezen a délelőttön azonban nem csak a lovagias pilótákra emlékeztek a jelenlévők. Az egyik ünnepség a lovagias pilóták, amelyek az emlékművön felírásra kerültek, illetve amit Szent Györgyi Dezső úr elmondott, nem lett felírve, Szorti István volt. Segest hősei, az pedig szülőföldem hősei, akik harcban bizonyítottak, hogy nagyok voltak. A Gripenek mellett szokatlan látvány volt az a MiG-29-es, mely szintén az egykori lovagias pilóták emlékére repült el az obeliszk felett. A rendezvényen Vitéz Szabó Sándor köszöntötte a megjelenteket, aki röviden elmesélte a település történetét, majd ismertette azoknak a pilótáknak a neveit, akik felkerültek az emlékműre. Az első repülést Somogyban hajtotta végre Faludi Károly, aki színészmestersége mellett légi járművek szerkesztésével, építésével is foglalkozott. Somogy vármegyében, Nagyatádon 60 métert repült egy Kisfaludi nevű Erdélyből származó színész. Ez volt az első repülés. Szerencséje volt, hogy nem az itteni segesdi 186 méteres dombról repült, mert valószínűleg meghalt volna, ott csak a lábát tört el. Az ünnepségen az egykori lovagias pilóták leszármazottai is jelen voltak. Közülük Vitéz lovag Szent Györgyi Dezső unokája is szólt a megemlékezőkhöz. Lovag Tóth Gyula saját versét hozta el a rendezvényre, aki kifejezetten erre az alkalomra vetette papírra gondolatait. A beszédeket követően Vitéz Szabó Sándor az utolsó élő ászpilóta Mikla György kézjegyével ellátott emléklapot adott át az egykori háborús pilóták leszármazottainak és azoknak, akik még ma is sokat tesznek az égbolt lovagjaiért. Ez egy speciális oklevél volt, amit a költő úr elmondott verset, ezt a csodálatosat, és ezt adtam át, úgyhogy az utolsó élő ászpilóta ráírta, én pedig ráírtam, hogy Hősök napja Segest 2. Ez 3 darab került kiadásra, most az egyszer, soha többet. Vitéz Szabó Sándor hosszú hónapok óta szervezte az ünnepséget, aki arra a kérdésre, mit jelent számára az emlékmű, könnyeit sem rejtve így válaszolt. Haza. Pilóta bácsi más mondott. Akkor 40-szeres túlerővel szemben felszálltak, 44. november 5-én, megkérdeztem, mit érzett. Azt mondta, örömet. Az ünneplők a megemlékezés virágait is magukkal hozták az eseményre. A koszorúzást követően a jelenlévők, akik még ma is emlékeznek az egykori hősökre, a 89 éves Mikla György tiszteletére meghallgatták a takarodót.